országos területvédelmi tartalékos kampányt indítottunk, amelynek célja, hogy minél többen megismerhessék a Magyar Honvédség által kínált területvédelmi tartalékos szolgálat adta lehetőségeket. Kampányunk mottója: szeretem, megvédem. Mindezt kifejezi, hogy a tartalékos készen áll megvédeni a közvetlen környezetét ott, ahol él, a saját helyi közösségét, családját és természetesen a hazáját is. A vadászok közössége ugyanúgy része a magyar nemzetnek, mint ahogy más hivatásnak, más szakmának élő kollégánk bárki az országban. Mi magunk is elhivatottak vagyunk a honvédelem mellett, elkötelezettek vagyunk, hogy megvédjük esetleg hazánkat egy esetleges háborús konfliktustól. Éppen ezért tudunk azonosulni azzal a szlogennel, amit a kampány kitűzött maga elé. Mi is szeretjük hazánkat, és mi is megvédjük azt, hogyha arra szükség van. A vadászok között, a 70 ezer ember között vannak úgy hivatásos katonák, mint önkéntes tartalékosok is. Erről nyilvántartásunk nincs és nem is lehet, de úgymond empirikus úton a saját környezetünkből mindnyájan pontosan tudjuk, hogy vannak jó számmal, és azt gondoljuk, hogy a mostani kampány, amelyik ilyen nagy lendülettel indult el, és dedikáltan a vadászokra is koncentrál, az ő számukat növelni fogja.